hogyan ismerhetnének meg, és tisztelhetnének, ha még te sem tiszteled meg magadat ezzel. Egy szimbolikus történet felolvasásával kezdődött a könyvtárszoba avató ünnepsége a szekszárdi Balassa János Kórház pszichiátriai osztályán. Az ünnepségen Bartos Éva könyvtáros biblioterapeuta is jelen volt, aki az országban elsőként éppen itt a szekszárdi kórház rehabilitációs intézetében alkalmazta először az irodalomterápiát alkoholbetegeknél 1976-ban nagy sikerrel. A szakember azt mondja, a művészetek alkalmazása a lélekgyógyításban több száz éves múltra tekint vissza. A könyvek legyenek jelen kórházi környezetben, ez körülbelül 200 éves múltra megy vissza, már Magyarországon is 1850-es években egyes kórházakban elrendelték, hogy olvassanak a betegek, mert ez kicsit elterelte a figyelmet a fizikai fájdalmakról, a szorongásokról, az aggódásokról, és egy hatékonyabb együttműködést tett lehetővé az orvos és a beteg között. Kertész Ágnes, a pszichiátriát vezető főorvos azt mondja, régóta ismert, hogy például a népmegség alkalmazása a mentális betegeknél, többek között az alkoholistáknál milyen hatékony tud lenni. Az olvasás elgondolkodtat, érzékenyít, szembesít sorsokkal, élethelyzetekkel, rossz emberi megoldásokkal, és így segítséget nyújt a gyógyuláshoz. A tudattalamba a merülés gyakorlatilag gazdagabbá, többé tesz bennünket, hogy azok a próbatételek, amiket egy hős végrehajt, azok mind azt szolgálják, hogy a történet végére megerősödjön, többé váljon. Elsősorban ezt a lehetőséget próbáljuk használni a népmese terápiákon keresztül. Ez ma már nálunk bevált gyakorlat, tehát évek óta a pacienseink hetente több alkalommal vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Az osztályon lakó betegek által horgolt ágytakarókkal és párnákkal hangulatossá varázsolt könyvtárszobába lépve azonnal találtak olvasnivalót az érdeklődők. Az Íj és Gyula megyei könyvtár vezetője azt mondja, a mentális betegek innen nem csak kölcsönözni tudnak majd a gyógyulásszolgáló, gondosan válogatott 1300 mű közül, hanem biblioterápiás foglalkozásokon is részt vehetnek, amit a könyvtár munkatársai tartanak majd.